Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, a harmadik rész 17., 18. és 19. versét. A Krisztus lakjék szívetekben a hit által, szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Ragaszkodjunk Krisztushoz, ahogy a szőlővesző ragaszkodik a tőkéhez. Jézus szerint a szőlővesző példázza az általa elképzett megmaradást. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem, mondja Jézus. Elengedi-e valaha a szőlővesző a tőkét, csakis az életét kockáztatva? Befejezi-e valaha a szőlővesző a táplálkozást? Napi 24 órában veszi magához a tápanyagokat. Tőke függőnek nevezhetjük-e a szőlővesszőt? Mindenképpen. Ha a szőlővesztők tanfolyamra járnának, a következő lehetne a téma: ragad meg, avagy a szőlő tőkébe kapaszkodás titkai. Ám a szőlővesztők nem járnak tanfolyamra, mert ehhez el kellene engedniük a tőkét, amire azonban nem hajlandóak. Mennyire álljuk vajon ki a szőlővesző próbáját? Kiszabadítjuk-e magunkat néha Krisztus szeretetéből? Táplálék nélkül maradunk-e? Milyen tünetekből vesszük ezt észre? Van bennünk sóvárgás a változás után? Például nagyobb türelem, kevesebb összeütközés, több ölelés, kevesebb ítélkezés, több dicséret, kevesebb panaszkodás, több segítés, és még sorolhatjuk. Örök, szeretettel, szeretlek, olvashatjuk Isten üzenetét Jeremiás prófétánál. Isten szeretete nem iktatható törvénybe, mégis választható. Válasszuk. A szívünk miatt, az otthonunk miatt, Krisztusért és önmagunkért. Legyen szívből jövő imádságunká: Uram, elfogadom szeretetedet. Semmi sem választhat el szeretetettől. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem mindörökké. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Isten bámulatos szeretetét és kegyelmét másokkal is megoszthatjuk. A körülöttünk élők közül vajon kinek van most a legnagyobb szüksége bátorításra? Mutassuk meg Isten szeretetét a gyakorlati életben. Tehetjük névtelenül is, a kegyelem titkos megnyilvánulása a legizgalmasabb. Amen.